Tisztes polgári foglalkozása könyvelő. Azonban emellett bármi furcsa, zongorázott, sikeres diákíró költő volt, filmesztétának tanult, volt önkormányzati képviselő, és jelenleg is amatőr színjátszó, valamint igazolt labdarúgó. Egy országosan elismert kamaraszínházat vezet. A mai ismeretlen ismerős Barabás Tamás. Jó napot kívánok, köszöntöm. Én is. Köszönök. Rendkívül színes az önéletrajza, ahhoz képest, hogy még csak 40 éves. Gyerekkorában is már ilyen sok minden érdekelte? Na most holnap leszek 41. Tehát az idő rohan. De még csak 40. De most még 40, ez igaz. Igen. Az érdeklődésemnek az öme az gyerekkorból való. Minden, tehát ugyanúgy a humán tárgyak, a reál tárgyak, a matek, az irodalom. Hát a matematika az nem mindig érdekelt, főleg nem azok, akik tanították, de a zene, az irodalom, a színház az igaz, mind gyerekkori. De mégis könyvelő lett. Igen, igen. De az, hogy valaki könyvelő lesz, az nem feltétlenül azért, mert szereti a matematikát, hanem elvégeztem egy főiskolát Gyöngyösön, egy mezőgazdasági mérnök végzettséget adott, és akkor derült ki, hogy nincs mezőgazdasági nagyüzemben, én ezzel a végzettséggel el tudnék helyezkedni. Az iskola felajánlott egy plusz egy évet, egy mérleképes könyvelő tanfolyamot. Akkor már pénzügyön dolgoztam, úgy gondoltam, hogy ez talán nem áll majd annyira távol, meg is lehet belőle élni. Egyelőre még jó úton haladok a megvalósulás felé. De emellett, még gyerekkorára visszatérve, zongorázott, ugye azt is mondta, hogy a zene érdekelte. Zongoráztam. Igen, szegény tanáraim azóta is sajnálják, hogy zongoráztam. Rónai Lajos tanár úr mondta a legjobb kritikát rólam. Azt mondta, amikor ötödikes voltam, ekkor már NB3-ban fociztam, és voltak már lányok is akkor az életünkben. Azt mondta, hogy ha megígérem, hogy soha többet nem jövök el vizsgázni, akkor most átenged. És ezt megígértem. És utána abba hagytam a zongorázást. Nem sajnálja? A pianino mai napig megvan, otthon van a lakásban, néha leülök és játszok rajta, de ha Kocsis Zoltánt hallgatok, akkor mindig irigy vagyok. De csak azzal volt probléma, hogy nem volt elég kitartó? Igen. Igen. Tehát azért a tehetség szikrája. Szerintem mindenkiben van tehetség, aki már 6 éve csinál valamit. Tehát ha valakinek semmilyen tehetsége nincs bármihez, és 6 évig csinálja, ott már nagyon gyanús. Tehát ott már előbb-utóbb valakinek szólnia kellett volna útközben, hogy felezd már el, vagy szaladj odébb, vagy csinálj valami mást. És ezzel nem ilyen szerepet játszott később az életében, annak ellenére, hogy abba hagyta a zongorázást? Hát otthon mindig zongoráztam, meg ugye volt gyerekkorunkban sok-sok rockzenekarunk, akkoriban még ez volt a divat. Mai napig járok koncertekre, vegyesen. Tehát hol komoly zeneire, minden évben legalább egy komoly zenére, és legalább egy könnyű zenei koncertre elmegyek. Kedvenc előadó? Rengeteg van. Van annyi időnk, hogy mindent felsoroljunk? Hát egy-kettőt emeljünk ki belőle. Ami 100%-ig biztos, és mindenkinek tudom ajánlani, hogyha Liszttől a Hámor szonátát szeretné meghallgatni, akkor ezt a Ránki Dezsőtől tegye meg, mert ő játssza a világon a legjobban. Ha Bartókot, akkor ezt Kocsistól hallgassa. Ha pedig Eric Clapton szeretne hallgatni, akkor ezt Eric Claptontól hallgassa meg. És a zene mellett azért próbálkozott az irodalom terén is, mondjuk a versírással, és nem is sikertelenül próbálkozott kamaszként. Ugye sok kamasz próbálkozik, de nem mindenkinek jön össze úgy igazán, mint ahogy mondjuk önnek, mert hogy sikeres diákíró költő volt. Nem voltam egyedül. Rengetegen voltunk. Én igazából először novellákat írtam. Novellákat, amik keresztes lovagokról, háborúkról, olyasmikről, ami egy kamasznak a fantáziáját izgatta, utána jöttek a versek. Országos pályázatokon ott megismerkedtem rengeteg olyan emberrel, akik azóta már vagy híresek lettek, vagy hírhettek. És néha-néha még össze is futunk esetlegesen valahol. És utána a verseket valahogy legyőzte a színház. Tehát a mai napig írok, de most már adaptálok. Tehát regényeket írok át színpadra.
És igazából ezzel legalább annyi idő elmegy, meg a játékkal, mintha verseket írna az ember. Nem tudom. De hány évesen kezdett el verseket írni? 6-12-13. Uh-huh. Tehát akkoriban még imponált a lányoknak, hogy valaki tudott írni. Uh-huh. És most már nem hiányzik a versírás, vagy nincs idő rá, vagy nincs kedve hozzá? Pont mostanában gondolkodtam azon, hogy írnom kellene, de nem igazán verset, hanem még én sem tudom pontosan, hogy mit, de nem verset. A versírás azért nem hiányzik, mert nem tudom, hiányzott a visszajelzés. Tehát az hiányzott, hogy ezrek, százezrek, milliók oda jönnek, és elmondják, hogy ez nekik tetszette, vagy nem, vagy miért nem. Meg szerintem verset írni az olyan lelkiállapot kell, amikor azt gondolom, hogy amit szeretnék megfogalmazni, ez máshogy nem megy. Csak ha belőlem egy versbe, és az utókornak. Én pedig most inkább úgy szeretnék fogalmazni, hogy ami érdekel, az azért sem meg, aki velem együtt él, és az reagáljon rá. Erre sokkal alkalmasabb a színház. De köteteim jelentek meg, igaz? 2 verses kötetem jelent meg több elbeszélésem különböző antológiákban. És ezekre nem volt visszajelzés, hogy azt mondja, hogy hiányzott a visszajelzés? Nem. Tényleg? Uh-huh. Milyen fórum kellett volna hozzá, vajon? Nem tudom, én sohasem voltam jó marketingben. Tehát arra nem voltam jó, hogy kiálljak az utcasarokra, és azt mondjam, hogy zseniális költő vagyok, itt vannak a verses köteteim, lehet vinni, és utána pedig alkossanak róla véleményt. Vagy nem merték megmondani a véleményüket, ez is előfordulhat, vagy nem akarták. Nem tudom. Igazából az sem, hogy hány emberhez jutott el. Uh-huh. És olyannal sem találkozott, aki esetleg ért jobban a versekhez, vagy az irodalomhoz, és ő valamit mondott volna róla? De, persze, hát adtam be a Holmihoz pályázatra, stb. Volt, ami megjelent belőle, volt, amire azt írták, hogy dolgozzam át. Uh-huh. És utána valamiért én nem akartam átdolgozni. És akkor ennyiben maradtunk. Uh-huh. Makacs ember vagyok, úgy látszik. A versírás és az írás mellett azért egy nagyon érdekes része, vagy mozzanata az életének szerintem az, hogy filmesztétának tanult. Ez hogy? Hát ez egy véletlen volt. Én az érettség után képesítés nélkül mentem el tanítani a Kartali Általános Iskolába, és ott, mint pedagógus, kellett jelentkezni különböző továbbképzésekre. Én egyedül jelentkeztem filmesztétának. Már nem is voltam az iskolában, mikor szóltak, hogy hát indul a tanfolyam. Lehet menni, én elmentem, olyan esztétákat tanítottak, mint a Réz András, mint a Báron György, mint a Lányi András, aki rendező is, és azóta már politikusi pályára is lépett. Láttam egy csomó filmet, amit egyébként amúgy nem lehetett volna megnézni. Én nagyon örültem, és kaptam róla egy papírt, hogy én filmesztéta vagyok. Zseniális, semmit nem lehet vele kezdeni, csak annyit, hogy mindig tudom mondani az ismerőseimnek, hogy ha velem jöttek moziba, akkor olyan filmet fogtok megnézni, ami értékes. És ezt egyébként a színházi munkáiban nem tudja hasznosítani valami? A filmesztét a végzettséget? Igen, hát valamit nem tudom, hogy nem tanult. Eddig eszembe sem jutott. De most már akkor úgy megyek be minden próbára, esztéta is vagyok, innentől kezdve szeretném, ha így viszonyulnátok a kérdéshez, amit mondok, megkérdőjelezhetetlen. Jó, ez jó. Használni fogom. Megígérem. Jó, akkor ezen lépjünk túl. Jó. Volt még egy érdekes mozzanata az életének. Nagyon fiatalon lett önkormányzati képviselő. Ez egyrészt jelzi azt, hogy megbecsülték a faluban, hiszen megválasztották. Másrészt viszont nagyon kíváncsi lennék arra, hogy egy fiatal embernek hogyan jut eszébe egyáltalán politikai pályára lépni. Mi volt az indító? Hát visszafordítom. Szerintem csak a fiataloknak jut az eszébe. Akik még úgy gondolják, hogy a politikusi pálya az arról szól, hogy egy közösségért tenni és cselekedni. Miután megtapasztaltam, hogy ez nem teljesen így van, onnantól kezdve, ez ugye 2002-ben zárult le a ciklus, onnantól kezdve nem is óhajtottam indulni, és a továbbiakban sem óhajtok. Hát akkor ezt lezárnak tekinthetjük. Minden benne valami lényeges. Abszolút. Mindezek mellett az irodalom, a könyvelés mellett a labdarúgás is szerepet játszik az életében. Ez ugye hát sok férfinél így van, de önnél ez szerelem, vagy csak a mozgás fontossága? Hát, jó kérdés. Még nem gondolkodott el rajta? Vagy mind a nem. Vagy ez csak úgy jött?
Nem tudom, valahogy úgy nevelkedtünk gyerekkorunkban, hogy ha kimentem, és fél órát nem sikerült 10 embert összetrombitálni, hogy tudjunk focizni, akkor az a lehetetlen kategória van. Ma szerintem ez fordítva van. Tehát ma 2 nap alatt sem sikerülne 10 embert összeszedni. Tehát valahogy lételem volt az, hogy mozogjunk. Most például velem egykorúakkal, vagy nálam idősebbekkel focizom együtt, és azt látom, hogy ha nincs az a heti 1-2 nap, akkor egyszerűen az hiányzik az életből. Tehát ez része. A mozgás, a sport, az része, meg a közösség. Hát egy futballcsapat is egy közösség. Hol focizik? Én most már öreg fiúként futballozgatok barátokkal. De akkor nem versenyszerűen? Már nem. De versenyszerűen futballozott? Igen, úgy futballoztam 20-valahány évig. És akkor most elérkeztünk ahhoz a ponthoz az életében, ami viszont a nagy részét kiteszi az életének a mai napig. Hát 20 éve kezdett el az amatőr színjátszásban tevékenykedni. Hogyan kezdődött? Mi volt az a pont, ami elfelé vitte el önt? A közösség, amiben részt vettem. Tehát azok az ismerősök, akik körülöttem voltak, őket is érdekelte. Minket érdekelt a film, érdekelt a színház, mi jártunk mozi. Akkor még volt a Szódom mozi. Emlékszem, amikor bezárt az utolsó film, amit játszott, már akkor már gimnazisták voltunk, a Hair volt. 3 egymást követő nap játszották a Hair-t, és telt házzal ment a mozi 3-szor. Direktként demonstratív volt, hogy nekünk még erre szükségünk volna. Tehát mi ezt szerettük. Nem tudom, megmutatkozási lehetőség volt, de jó pofa ötletnek tűnt, hogy az ember kimegy a színpadra, és akkor még, hogy mondjam ezt nagyon finoman, próbálom nagyon finoman mondani, a színészeknek 5-ször akkora megbecsülésük volt, mint most. Tehát akkoriban egy jó színész tényleg sztár volt. Ma már a 2 nem mindig ugyanaz. Tehát akkoriban egy Udvaros Dorottya, egy Cserhalmi György, ezek olyan országosan ismert emberek voltak, hogy mindenki hozzájuk szeretett volna hasonlítani. És azt gondoltuk, hogy aki színészkedik, az hogy fontos lesz, oda fognak rá figyelni az emberek. Így indult. Azt akkoriban tényleg oda is figyeltek. És arra soha nem gondolt, hogy színész legyen? Tehát hivatásos színész? Jaj, dehogy nem, hát mindenki gondol rá. Jelentkeztem a főiskolára, jelentkeztem a rendezői szakra is, az jó volt, 3000-re jelentkeztünk 6 helyre, és 2-szer jelentkeztem színésznek, mind a 2-nél kirostáltak, egyszer az első, egyszer a második rostán, és utána úgy gondoltam, hogy ezt lehet úgy is csinálni, hogy az embernek nem csak ez van az életében. Bejött. Most jelenleg ugye és végig a 20 év alatt a Vécsei Kamarateátrumban. Nem ez volt mindig a neve. Aha. De ez az Szódi Tiszti Klubban alakult, ez a csoport annak idején a 80-as évek elején. Aztán amikor a Tiszti Klub megszűnt, most jelen pillanatban teljesen üresen áll, semmi nincsen benne, mi valahogy kegyeletből ezt a Vécsei nevet meghagytuk, már csak azért is, hogy emlékezzünk arra, hogy honnan jöttünk. Igen, itt játszom azóta, meg most már máshol is. Tehát most Budapesten is játszom, rendezem Nagykártán, tehát most valahogy eljutottunk odáig, hogy szükség van arra, amit tudok máshol is. Na akkor most a Kamarateátrumról szeretném kérdezni, hány tagból áll a társulat, és ön mióta vezeti? Kezdjük a végével. Jó. Mióta vezetem? 1990 óta vezetem, leszámítva egy 2-3 éves ciklust, amikor csak játszottam benne, és akkor más volt a vezetője. A tagsága pedig a nevéhez méltó, mivel kamara, most már csak 6 vagyunk. De ez nem volt mindig így? Nem voltunk 20-valahányan is, az nagyon sok. Tehát 20-valahány fiatalt össze lehet tartani, középiskolást, egyetemistát, akinek nincs más dolga. Dolgozó emberből 20-valamennyit összetartani szerintem ma már lehetetlen. Tehát igazából valahogy 10 körül lenne a maximum optimális létszám. Hát ők akkor mind már idősebbek dolgozó emberek, a tagok többsége. Ja, most aki van a legfiatalabb, az 16 éves, a legidősebb pedig, az most már majdnem 41. Nem csak én,
Balázs is, aki játszik a csoportban, ő is 70-es, tehát csak ő áprilisi, tehát ő akkor lesz 41. És folyamatosan változik a tagság, vagy vannak azért olyanok, akik már hosszú évek óta? Vannak olyanok, akik hosszú éve mellettem vannak. Hát most nagyjából egy korosztály vagyunk a Balázsra és a Józsival. Ugye Léva Józsi, ő turai, Jávor Balázs pedig budapesti. A Balázs az 93 óta jár le, Józsi pedig, nem 2003 óta, bocsánat, és Józsi pedig 98 óta, tehát már elég régen játszunk együtt. És hol játszanak, hol mutatják be a darabokat? Alapvetően most a próbahelyünk 3 éve a Kartali Művelődési Ház. Ott játszunk, környékbeli művelődési házakban, Budapesten, és ahol hívnak. Ez változó. Volt időszak, ahol oda Monorra hívtak, például volt olyan 4-5 év, amikor mindig játszottunk Monoron, ott viszont nem játszunk már ideje, volt idő, amikor Nagykörűn játszottunk, mindig ahova hívnak. Most mi? Milyen darab megy éppen? Csehszlovák darab megy, tudom, hogy már nincs ilyen ország, de ez még akkoriban az volt. Ez egy Vladislav Vancsura nevű írónak a műve, a Szeszélyes nyár. Tudom, tél van, de mi ezt játsszuk. Furcsa is egyébként fürdőruhában ebben az időben Szeszélyes nyárat játszani. Tehát hideg vízben és fürdőruhában ideális ilyenkor. Mi alapján választanak darabot? Ön szava meghatározó? Igen, a személyes ízlés. Abszolút a személyes ízlés, igen. És ami még befolyásolhatja, az éppen akkori állapot. Hogy mit szeretnék mondani, mi az, ami rímel az én elképzeléseimre, és ami nagyon-nagyon fontos, és ezt mi meg tudjuk tenni, amatőrök, a profiknál ez nem mindig sikerül, hogy mindenkinek jól essen. Tehát olyan darabot kell választanom, hogy a csoportban levő emberek mindegyike jól érezze magát benne. Azért marad. Hiszen ez csak egy hobbi. Igen, és úgy látják, hogy azért a közönség visszajelzése pozitív? Annak a közönségnek, amelyik még hajlandó eljönni, annak a visszajelzése pozitív. Viszont a közönség fogyóban van. Igen. Erőteljesen, igen. Ezt egy nagyon jó példán meg tudom világítani, a Palotás nevezetű község itt nem messze tőlünk. Náluk, amikor először játszottunk, akkor olyan 70-80 néző volt, mikor másodszor, fölbuzdulva az előző sikerén, akkor 100 körül volt, utána, amikor harmadszor, akkor már csak 50, mikor negyedszer, akkor már csak 15, és legutoljára, amikor játszottunk 5-5-szerre, akkor pedig 5 néző volt. És igazából senki nem érti, hogy miért, ugyanazzal a reklámmal, ugyanazok az emberek vagyunk. Nem tudjuk a magyarázatot, vagy tudjuk a magyarázatot, csak ez túlmutat a mi. Igen, tehát ez ezért igen, nem ez tudnak sajnos tenni. Igen. Igen. Mi el tudjuk mondani, hogy nagyon jó dolog a művészet, el tudjuk mondani, hogy nagyon jó dolog közösségben dolgozni, nagyon jó dolog embert nézni embereknek színpadon, nagyon jó dolog utána beszélgetni, esetleg véleményt cserélni arról, amit láttunk, ez mind nagyon-nagyon jó dolog, de az emberek már valamiért ezt nem hiszik el. Ezt szoktak egyébként a közönséggel beszélgetni a igen. darabok után? Igen. Ez ilyen irányított beszélgetés, vagy csak... Hát beszélgetünk. Sokkal nehezebben nyílnak meg az emberek, mint régebben. Igen. Tehát régebben mindenkiben ömlött a vélemény, most is ömlik, csak ez megfelelő környezet kell. Tehát most erre megfelelő környezet a kocsma. Ott mindenkinek totálisan van véleménye mindenről, meg is váltja a világot, aztán onnan kijön, és onnantól kezdve teljesen bizonytalan botorkál hazáig. Nem tudom, a véleményüket nem vállalják úgy az emberek. Félnek, hogy hibáznak. Sokkal inkább félnek attól, hogy most hibáznak. De szerintem az egész életük ilyen. Tehát mindenki úgy nagyon fél, nagyon óvatos, mindenkitől fél, mindentől fél. És hát ez egy más világ már. Igen, és talán ezért nehezebb önöknek. Amellett, hogy a közönségnek játszanak, fesztiválokra, színházi találkozókra járnak? Igen, viszonylag sűrűn, bár ezek is mostanában fogynak. Átalakulóban van minden. Egy ideig az volt bennünk is, hogy eredménycentrikusak voltunk. Nagyon szerettünk volna díjakat, elismeréseket, kaptunk is, nem is keveset, most már nem igazán ez a fontos. Most már sokkal fontosabb a színházban a folyamat. Tehát kiválasztjuk a darabot, végigmegyünk rajta, megcsináljuk, egymást alakítjuk a próbák során, beszélgetünk a darabon keresztül a világról, meg a saját életünkről. Ez most már sokkal fontosabb, mint maga a produktum. Tehát az, hogy bemutassunk egy darabot, 2 millió nézője legyen, Hollywoodba meghívjanak, ez már sokkal kevésbé lényeges.
De egyébként az jár valamilyen elismertséggel, vagy nem tudom, valamilyen plusz dologgal, hogy valaki egy fesztiválon, vagy egy színházi találkozón jól teljesít? Valami jó minősítés szerez? Vagy ez csak elismerés? Van, ahol van pénzdíj is, van, ahol van elismerés, van, ahol csak egy oklevél, mindegyikből jutott már. Igazából ebben az a jó, hogy az ország más részein élő emberek is megismernek. Tehát elmegyek valahova, ott találkozok valakivel, aki a színházból ismer, és akkor az úgy örülünk egymásnak, hogy de jó. És önök is láthatnak más darabokat, persze. Abból is lehet tanulni. Mi szeretünk színházba járni. Aha. A színház csinálóknak az öme szerintem szeret színházba járni, akkor is, ha nem ő játszik. Igen. Nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan fogadja a kritikát, vagy szokott olvasni, vagy szoktak kapni kritikát? Most egy nagyon érdekes kérdést vetett fel. Sokkal kevesebb kritikát kapunk, mint amit szeretnénk kapni. Igen? Igen. Többször próbálkoztunk már azzal, hogy most az internet világát éljük. Volt egy működő honlapunk, ez most egy kicsit haldoklik, de majd megoldjuk a kérdést, hogy előadások után, akik minket megnéztek, írjanak rólunk. Ott az e-mail címünk, ott van a honlapunk, bármi. Nem. Tehát ezért is mentünk át inkább arra, hogy személyesen beszélgessünk utána, hátha. Valahogy nem veszik az emberek a fáradtságot arra, vagy azt mondják, hogy jó volt, vagy azt mondják, hogy hát, ezt se nézem meg többet, és ennyivel le tudja. De saját magának sem fogalmazza meg a miértet. Mert egy kritikánál ugye azt meg kellene magyarázni, hogy miért tetszett, vagy miért nem tetszett, és ott már bizony gondolkodni kell. És úgy látom, hogy ez nagyon nehezére esik az embereknek. Sokkal többet szeretnénk kapni. Sokkal több véleményt szeretnénk kapni. Nagy valószínűséggel nem mennénk a vélemények után, tehát ha azt írná mindenki, hogy tortadobálós végjátékokat szeretnének látni, nagy valószínűséggel nem csinálnánk ilyet, de legalább le tudnánk állni velük erről beszélni. Nem. Kevés jön. Ha például elmenjünk valahova játszani, ott általában az újságokban megjelenik, hogy majd lesz egy előadás, meg 3 hét múlva megjelent, hogy volt egy előadás, és ennyi. És ennyivel ezek így letudódtak, ezekkel így, amit mi keveslünk. Szakmai részről sincsen? A szakmai kritika az egy bonyolult kérdés. Elég régóta játszunk, elég sok zsűrizést átéltem, és ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor a mások zsűrizéséből rengeteget tanultam, a sajátunkból semmit. Tehát sokkal többet tanultam abból, hogy beültem, megnéztem az előadásokat, beültem, és a zsűri elmondta a véleményét róla, próbálta megvédeni az előadását a csoport, és többi csoport elmondta a véleményét. Ebből sokkal többet tanultam, mint amikor a miénkét kritizálták. És ez olyan miért van? Nagyon furcsa, ugye? Uh-huh. Nekem is az. Nem tudom. Most lehet azt mondani, hogy a szakma viszonylag zárt és elfogult, egy idő után pláne, másképpen néz az embert, elvárásai vannak az emberre szemben, és ha az ember nem pont azokat az elvárásokat akarja beteljesíteni, akkor nem is gondolkodnak rajta, hogy miért csinál mást, hanem miért nem azt csinálod, ami már egyszer bejött. Nem tudom. Valószínűleg ez az oka. Mostanában például a minősítést sem kérek. Pont emiatt? Igen. Van kialakulóban egy újfajta szellemiség, ez a üljünk le, beszélgessünk, játszunk egymásnak, nézzük meg, tapsoljunk neked, mulassunk együtt, aztán beszélgessünk együtt. Igazából az amatőr színjátszásnak egyre inkább úgy érzem, hogy a közösségi oldala kezd dominálni. Tehát az, hogy még léteznek olyan közösségek, olyan helyek, ahova el lehet menni, értelmes tevékenységet lehet folytatni, lehet egymással beszélgetni politikai hozzáállástól függetlenül, ez nagyon lényeges, mert szerintem ez most ketté vágja a gondolkodó képességet. És van cél. Van ok és van cél együtt lenni. Most erre szerintem nagyon nagy igény van. Nem csak itt, ahogy tapasztalom máshol is. Jó közösség az önöké? Szerintem igen. Ha rossz lenne, nem lennénk együtt ennyi ideig. Nem tudna működni. Igen, tehát egyrészt, másrészt tényleg valahogy olyan baráti. Vannak nagyon furcsa pillanatok a dologban, amik úgy meghatóak tudnak lenni. Mint például? Olyan apróság, de jó, elmondom. Nem biztos, hogy ezt lehet majd érteni. Tehát december 18-án volt az utolsó előadásunk tavaly, most már tavaly. És utána összepakolunk, indulunk haza, 10 centi hó, galgamácsa,
És akkor a három legidősebb emberünk ott áldogál kint az autó mellett, és el kéne köszönni. És azt lehet érzékelni, hogy mennénk is, meg jó is együtt, de senki nem mond semmit. Tehát nem történik az kimondva, mint az amerikai filmekben, hogy jaj, hogy úgy szeretem, és hogy mekkora nagy probléma. Vagy nem történik semmi, csak olyan kicsit suta az egész pillanat, az ember azt érzi benne, hogy jaj, de jó, hogy itt van most ez a másik kettő. Uh-huh. És ezekből a pillanatokból van szerintem az emberek életében egyre kevesebb. Tehát a saját magánéletükben is. És ezeket meg gyűjtjük, raktározzuk, mint a hangyák. Milyen gyakran találkoznak egyébként, mikor, milyen alkalmanként vannak próbáik? Hát a heti egy a minimum. Aztán, ahogy mondjuk egy előadás közeledik a megvalósuláshoz, akkor ott a heti 3-4 sem ritka. Hát ez azért elég nehéz. Igen, most két helyen játszottam, most két hónapig volt úgy, hogy heti 6. Este próbáltam, tehát ez most már kezdett a munkarovására menni, de most majd valahogy megpróbálom egyensúlyozni. Most ön amellett, hogy vezeti a kamerateátrumot, rendezés és színész is. Igen. Melyik, amelyik közelebb áll önhöz? Nem szeretem vezetni. Tehát én nagyon-nagyon örülnék, ha itt jönne egy menedzser típusú ember, aki át van itatva ugyanazzal a küldetéstudattal, mint mi, és minden ilyen telefonálás, e-mail küldés, lebeszélés, számlakiállítás, adminisztráció, bankbajárás, ezt mind megoldaná. Uh-huh. Ez nyűg. Egy idő után már nyűg. Játszani és rendezni az sosem. Tehát nekem sosem volt kérdés. Tehát engem nem zavart sosem az, ha rendezek és játszom. Nagyon sok embert zavar. A Zsűrit is nagyon sokszor zavarta, hogy miért nem külső rendező rendezett. Hát egyrészt, mert nem volt. Tehát a bonyolult kérdéseket egyszerűen lehet megválaszolni. Másrészt pedig akkor egyre kevesebb embernek kell elmagyaráznom, hogy mit csináljon. De nem, én szeretem amúgy kézben tartani a dolgokat, csak néha sok. Néha egy személyes hadsereggé válok, és ezt nem. Nagyon szeretnék technikust, nagyon szeretnék díszletezőt, nagyon szeretnék egy csomó ilyet, ami nincs, nem adatik meg. De ő rendez mindig? Utóbbi időben igen. Igen. Volt valamilyen előképzettsége e téren? Dehogy volt. Nem. Tehát mindent az amatőröknek az önmények nincs. Azok elkezdtek csinálni valamit szerelemből, aztán rájuk ragadt, és utána amikor már lemegy 10-15-20 év, és van mögötte 20 darab, akkor már nagyjából tudja, hogy mit, hogyan kellene csinálni. Az más kérdés, hogy minden technikai feltétel adott ehhez. És például megint Galgamácsa, elmegy az ember egy olyan művelődési házban, ahol például nincsen lámpa. Ez döbbenetes, tehát van a színpad fölött 2 vagy 3 darab neon. Nincs szembe lámpa. Hát tessék megoldani a problémát. Tessék színházat csinálni így. Tehát ezek mindig olyan kihívások, amiről persze egy profin semmit nem tud, mert bemegy az öltözőbe, kisminkel, kimegy kezébe, nyomják a kelléket, és bemegy a színpadra. Bár erre is van az a buta vicc, amikor az alkoholista színész megérkezik a színházba, fölbotorkál a színpadra, megáll a súgójuk előtt, a súgó elkezdi mondani neki a szöveget, a színész lényt, áthagyjuk a részleteket. Milyen darab? Tehát ez, igen. Nálunk ez még szerencsére ilyen nem volt. Uh-huh. És arra nem gondolt, hogy esetleg utánpótlás neveljen? Folyamatosan szeretnénk utánpótlást nevelni, csak valahogy nem maradnak meg. Mi lehet az oka? Nem tudom. Amikor korábban csináltuk, voltak lányok, akikkel 8-10 évig dolgoztunk együtt. Jó, ők elmentek szülni. 30 év fölött vannak, elmentek szülni, vagy éppen karriert építenek valahol, valami nagyon fontos multinacionális cégnél. És jó, ők nincsenek. De valahogy a fiatalokat ez kevésbé érdekli. Próbálkoztunk, valahogy elakadtunk. Nem maradtak közöttünk. Most ez nekem azért furcsa, mert most Pesten a Fészek Színházban ott 27 tagú társulat van, ahol elmentem játszani, ott színészként messze én vagyok a legidősebb, bár ez csak mostanáig volt igaz, mert most az egyik darab az Andai Kati nevű színésznő, ő egy picivel idősebb nálam, nem sokkal, szegény, csak egy icipicivel, tehát ő most oda jön játszani, Gyenge vagyok című darabba, de ott rengeteg fiatal van, és borzasztóan lelkesek. És teljesen motiválhatóak. Itt viszont nincs. Itt nem tudom, hogy hogyan tudnánk hozzájuk eljutni,
Ne, azt sem tudom, miért nem érdekli őket, de szerintem maga a műfaj nem érdekli őket. Tehát az utóbbi 20 évben átmentünk a képre. Tehát a kapcsolgatható, megállítható, elindítható képekre, és az, hogy az emberek egymás közti kommunikációja, ez valahogy egyre kisebb szerepet tölt be. De ezt szerintem a fiatalok között lehet látni. Sokkal kevésbé képesek egymás közötti kommunikációra, mint mondjuk amilyenek mi voltunk. Vagy mi vagyunk jelen pillanatban. Igen, ez biztos, hogy nagy változás zajlott le bennük. Nagy András László azt írta egyszer a Vécsei Kamara Teátromról, hogy egyszemélyes színház. Ő mit szól ehhez? Igen, ezt írtam. Úgy értette, hogy szerintem az egyszemélyes színházat, hogy én választok darabot, én írom színpadra. Igen, igen, tehát mindenképpen idézőjelben. Én rendezem, én játszom. És akkoriban, amikor ezt írta, akkor éppen díjat is kaptam érte. Nem baj, hogy ezt írta. Én nem, akkor sem éreztem így. Tehát ez például van a Kína színész című darab, amit elég régen játszottunk. Abban az van benne, hogy partnerek nélkül senki nem lehet jó. Mindenképpen kellenek a többiek ahhoz, hogy jó legyen. De mondhatnék mindenki által ismert példát, szerintem messze nem lenne az a labdarúgó, ami, ha nem az a Barcelona szolgálná ki, aki. Ugyanez a Messi az argentin válogatottban gyakorlatilag sikertelen. Tehát nem mindegy, hogy kikkel játszom együtt, nem mindegy, hogy kik vannak ott körülöttem, nem mindegy, hogy kik segítenek. Én soha nem éreztem azt, hogy egy személyes a színház. Én mindig azt szerettem volna, ha a többiekre jobban figyelnek, mint rám. Nem mindig jött össze. De igen, ezt írta. Nem tudom, hogy fenntartja-e még. Lehet, hogy azóta változott. Az előbb azt elfelejtettem megkérdezni itt az utánpótlás neveléssel kapcsolatban, hogy ha valaki beesik az utcáról mondjuk egy próbájukra, akkor mi a feltétele annak, hogy csatlakozzon önökhöz? Hogy beessem. Ennyi? Igen, nem nagyon szoktunk elzavarni senkit. Nem nagyon vannak belsők. Nincsenek egészen pontosan. Tehát ha valaki bejön, és azt mondja, hogy ő színházzal szeretne foglalkozni, és velünk szeretné ezt megtenni, előfordul, hogy rosszkor jön. Tehát azt mondjuk, hogy van még egy hónapunk ebből a produkcióból, és ebbe már nem tudunk téged betenni, tehát muszáj, hogy ülj a fenekeden még 2-3 hónapot és várj, van, aki erre nem hajlandó. Volt már ilyen. De ha bejön, és azt mondja, hogy szeretne csinálni, velünk közösen dolgozni, nem szoktuk el zavarni. Az később persze kiderülhet, hogy az illető nem szuper tehetséges, akkor sem zavarjuk el. Csak prózai darabokat játszanak, vagy zenés darabokat is? Igen, ez egy jó kérdés. Ma a zenés darabok reneszánszát éljük. Mindenki a zenés darabokat szeretné látni, hallani. Ezért hallandó fizetni a madásban 10 000 forintokat. Tudom. Életemben most csinálok először zenés darabot felkérésre. Segítő szándékkal. Nagy Kátai Zeneiskola 45. évfordulójára készül egy muzsika hangja. Játszom is benne, csak prózai szerepet. Nem vállaltam énekes szerepet benne. Mert nem tud énekelni, úgy gondolja? Nem tudom, zenetagozatra jártam, nagyon régen nem énekeltem. Tehát a gimnázium évek óta maximum fürdőkádban. Ez nem biztos, hogy most megfelelő képzettségnek tűnik. Nem azért. Van egy alapvető dramaturgiai problémám az összes zenés darabbal. Általában megíratlanok. Ez mit jelent? Hát ez azt jelenti, hogy igazából mély zenés darabot kettőt tudok, a Jézus Krisztus Szupersztárt meg a Kabarét. Tehát aminek maga a szövegkönyv is izgalmas. Tehát előveszi az ember, és azt mondja, hogy hopp, hát ez egy jó történet, ez érdekel, hogy mi fog történni. A legtöbb zenés darabban a prózai részek összekötők 2 szám között, hogy tudja a levegőt venni az énekes meg a zenekar. Engem viszont a színházban a dráma érdekel. Tehát, hogy jellemek legyenek, ha lehetséges, emberek legyenek, ha lehetséges. Most például a muzsika hangját is igen, teljesen átírtam. Igen, eltoltam 1-2 hangsúlyt, át van benne, így izgalmasabb számunkra is. Csak az ön számára, vagy mások nem, számára? Nem, a többiek is azt mondják, hogy így jobban tetszik nekik. Elhiszem, sokan vannak. Mert a muzsika hangjában rengeteg ember van. Tehát ott a 7 éves kislántól dolgozunk az 50 éves emberekig. Ön is rendezi. Igen. Ez azért nagy feladat. Mikor fogják bemutatni? Ezt majd a tervek szerint február 20.
És hogy állnak a próbák? Állunk. Igen. Hát haladunk, csak igen. Ahol sok a gyerek, itt ugye egy 7 gyerekes családról van szó, itt 7 gyerek van. A gyerekekkel gyakorlatilag mindent újra kell kezdeni. Minden próbavadonat új információkat tartalmaz neki, akkor is, ha egy héttel korábban már ezt csinálták. Egészen más gyerekekkel dolgozni, ezt itt a környéken a Fodor Misi tudta nagyon jól, Bagom. Ő viszont felnőttekkel nem tudott, szegény. Próbálkozott nálunk, és az nem jött össze neki. Tehát ő kifejezetten gyerekekre volt kalibrálva, én viszont kifejezetten felnőttekre. De nagyon más a kettő? Borzasztóan más. A motiválás képessége más, más az, hogy mit lehet egy gyerekkel megcsináltatni, mit lehet egy felnőttel. Igazából én mindig a saját életkoromnak megfelelő problémákkal szerettem foglalkozni, és az már nem a gyerek. Hát igen. De akkor most ez hogy megy? Segítenek. Segítenek a helyi iskola tanárai, segítenek azok a szülők. Most Nagykátán van olyan, hogy az édesanyja is játszik, meg a kislánya is játszik a darabban. Maga a színházi rész az zömében felnőttek közölik, vagy kamaszok között, azokkal könnyebb bánni. Hát a gyerekekkel, azokkal meg kell találni a hangot. Próbákkal nincs baj. Tehát az, hogy ott legyenek és jól érezzék magukat, azzal nincsen baj. A baj ott kezdődik, amikor reprodukálni kellene nekik valamit, amit már egyszer megtanultak. Említette az előbb, hogy a Fészek Színházban is játszik. Igen. Ez most kezdődött, tavaly, ugye? És állandónak látszik? Marad? Ide egy ismeretség útján kerültem. Velem egy idős a színház alapító rendező írója, Cicó Attila, és egyébként több ponton fonódik össze a mi életünk, mert amikor én lemondtam a Színjátékos Szövetség elnökségében betöltött pozíciómra, akkor ő lett helyettem, most ő az, aki lemond, nem én leszek helyette. Tehát mi gyakorlatilag így ismerkedtünk meg a színházon keresztül, neki szüksége volt felnőttekre, ő kamaszokkal indult, és szerintem már ő is látta, hogy van egy csomó dolog, amit nem tud velük megoldani. Szüksége volt egy felnőtt színészre, elmentem, nagyon-nagyon könnyen ment a beilleszkedés, nagyon könnyű volt velük együtt dolgozni, úgy néz ki, hogy ez a továbbiakban is meg fog maradni, még nem tudom pontosan, hogy csak színészként, te vagy rendezőként is. Én fölvetődött az, hogy a két csoport közösen csináljon produkciót, ez számunkra üdvözítő volna. Még a feljárás, Budapesten történő feljárás, ez egy kérdőjel, de majd meglátjuk. Én szeretném, ha ez hosszú távú együttműködés lenne. Egy biztos, vendég szerepelni megyünk. Két hét múlva játsszuk a Szeszélyes Nyarat Pesten. És a Fészek Színházban most mit játszik? Iskola példa című darabban játszom, ami ennyi iskolán keresztül, Attila ugye tanár, drámatanár, és az iskolán keresztül mondja el a véleményét a magyar társadalomról, egy komplett tantestületen, diákokon, szülőkön keresztül mondja el azt, amit gondol a társadalomról, és én ebben egy, hát több szerepet játszom, mert 27 szerepen is 9-en vagyunk. Tehát alapvetően egy biológia tanárt játszom, aki az ős magyar klónozásával tölti a szertárban az idejét, sikertelenül. És hol működik a Fészek Színház? Ez az Orci úton. Ez szerintem szenzációs a jó hely. Ez a volt Ganz gyár területen van. Egy gyárból, egy leégett gyárcsarnokból van kialakítva. Az egyik oldalon törökök vannak, arabok vannak, a másikon kínaiak, a harmadikon pedig az oroszok. Tehát ez egy multikulturális hely, és közben ott van egy magyar színház. Szerintem ideális hely arra, hogy az ember elgondolkozzon egy csomó mindenen. Ők is amatőrök egyébként, ugye? Szigorúan véve. Ez szigorúan véve. Most már dolgozgatunk profikkal, mint az Andai Kati, de ez mind szerelmi szinten megy. Tehát visszautasíthatatlan ajánlatokat kapnak a profik, amiket nem tudnak visszautasítani. És ez nem a gázsiukra vonatkozik. És akkor most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy megkérdezzem, hogy milyen tervei vannak, mondjuk akár a kamarateátrummal kapcsolatban, akár a saját életével kapcsolatban, akár a színjátszással kapcsolatban, a színészettel kapcsolatban. Hát ez egyszerűnek tűnik. De közben mégsem az. Hát igen.
amíg úgy látjuk, hogy van ránk igény, addig mi szeretnénk csinálni. Ha úgy látjuk, hogy már nincsen ránk igény, akkor is szeretnénk csinálni, csak akkor nem biztos, hogy ugyanígy. Gondolkodtunk már azon, hogy mit lehetne ezen változtatni. Hogyan lehetne közelebb vinni a jövőhöz, mert a jövő az a mostani 20 éves generáció. Még nem találtuk meg ezt a módszert. De dolgozunk az ügyön, megpróbáljuk őket bevonni, ezt nem adtuk fel. Csinálni szeretnénk, amíg csak lehet. Ez tökéletesen jó ahhoz, hogy az ember úgy érezze, az életében van valami, ami jó. Hát, mégis mindjárt 41 leszek, és akkor most elmondhatom, most napuf, ha játszom 3 színházban. Ami mondjuk 10 évvel ezelőtt nem volt. Most meg van. És akkor lehet, hogy jövőre 30-ban fogok játszani, nem tudom. Tehát így most így nem. Ez így jó. Ez így jó. Amit nagyon szeretnék, van. Most például január-februárra van minden hónapban 5-6 előadásom. Tehát 5-6 este játszhatok közönségnek. Zömében 3 netházzal, teltházzal. Szerintem ideális. Tehát ha a saját egómat nézem, akkor ki vagyok elégítve. Köszönöm szépen. A többiek meg mindenkiben ezt, tehát akikkel együtt dolgozom, azokban ezt látom, hogy nem szívesen hagynák abba, jó dolog tartozni. Egy olyan közösséghez, amelyik velünk foglalkozik, amelyiknek a céljaival egyet tudok érteni, és amelyik velem is egyet tud érteni, és be tud tenni a céljai közé. Nem nagyon akarjuk abbahagyni. Konkrét darabterveink is vannak, de ezek mindig, mint az utóbbi időben általában nőfüggőek. Kevés a nő? Ugye milyen jó kérdés? Alapjában mert tudjuk, hogy több a nő Magyarországon, mint a férfi. Igen. És amikor én elkezdtem színjátszani, akkor 5-en voltunk fiúk, és 17 lány volt. Ma lámpással lehet a lányokat keresgélni. Ez tényleg érdekes? Igen. Nem tudjuk a megfejtést, a csodát csak éljük, tehát nem tudjuk, hogy mi a magyarázata. De ez csak önöknél, vagy országos szinten ez a jelenség? Van olyan csoport, ahol fordított a kérdés, tehát itt nálunk ez van. Nem tudom, hogy miért. Hát akkor azt gondolom, hogy több nőt kívánok önöknek. És nagyon sok sikert a továbbiakban, és reméljük, hogy még sokáig fog minket a darabjaival örvendeztetni, vagy nevelni, vagy nem tudom. Tehát mindegy. Lássuk önöket még sokáig. Úgy legyen. Köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm, hogy meghívtam. És önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmet. Várjuk önöket legközelebb is. Viszontlátásra!